József Attila 1919-ben érkezett Makóra testvéréhez, Julánhoz és annak férjéhez, Makai Ödönhöz. Nagykorúságáig Makai lett a gyámja, ő íratta be a makói Magyar Királyi Állami Fői Gimnáziumba, ahol költői pályája is elindult. 1922. decemberében jelent meg első önálló verses kötete a Szépség Koldusa egy szegedi nyomdászkiadó vállalkozásában, összesen 300 példányban. Az akkor 17 éves diák nem akármilyen indulást tudhat magáért, a kötethez Juhász Gyula írt előszót. Verseit megjelentették a helyi lapok, illetve a Nyugat folyóirat is. 1923. január 10-én otthagyta a gimnáziumot, kizárólag a költészetnek akart élni. Pályájának legtermékenyebb évei ezek voltak. Versei számát tekintve 1922 és 1925 között írt a műveinek mintegy felét. A makói évek alapozták meg munkásságát a költőnek, ezért is tartották fontosnak a szervezők, hogy emlékévet hirdessenek, melynek egyik programja volt a mai konferencia is. Olyan irodalomtörténészeket, akadémiai tagokat hívtak az eseményre, akik feldolgozták József Attila életét, költészetéről írnak és tanítják az egyetemen. Fontos esemény számunkra, muzeológusok számára, mert hogy a tudomány hangjait is halljuk. A tudomány mostani állása szerint hogyan ítélik meg József Attila költészetét. Fontos, hogy minden újabb kutatási eredményről halljunk, tudjunk, mert hogy ezt mi is fel tudjuk használni az új kiállításokban, publikációkban, vagy bármilyen tanulmányban. Sárközi Éva még gyermekként köteleződött el József Attila iránt olyannyira, hogy verseit kézzel lemásolta egy füzetbe, és kommenteket írt hozzájuk. Szerencsésnek tartja magát, hogy a költővel foglalkozó legnagyobb kutatókkal dolgozhat együtt, ugyanis elnökségi tagja József Attila Társaságnak. Előadásának központja azát, hogy a korabeliek hogyan értelmezték a költő verseit. A korai versek, amiket itt Makón írt, eleinte sokszor kapcsolódtak az iskolai tananyaghoz, az önképzőkörben felmerült témákhoz, ahhoz, amit a tanárai elváltak tőle, hazafias költeményeket váltak el tőle leginkább, és írt is ilyeneket. De később, amikor elkezdett érdeklődni a modern irodalom iránt, szabad verseket is kezdett írni, és ebből adódott a konfliktus a Dongó című lappal. Tverdota György József Attila Önarckép című versét olvasta fel, ezzel színesítve előadását, melyben részletesen kielemezte a művet. Milyen mély medrű, nem tudom, de mély. Hitek szirtét bús iszapjába mossa, nagy homlokon a vaskapuszorossal, hol rég utat vágott a szenvedély. A konferenciát követően kerekasztal beszélgetésre került sor a József Attila emlékházak képviselőivel. Többek között érkeztek Ferencvárosból is, ahol 1911. április 11-én látta meg a napvilágot a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja. A művelődési központjukban egy állandó kiállítás várja a kultúra kedvelőket. Ami hangsúlyos vagy fajsúlyos a kiállításban, az az első 15 év. Az az első 15 év, amit Ferencvárosban töltött. És hát erre persze természetesen van nekünk egy telefonon elérhető applikációs túránk is. Fontos célkitűzésünk, hogy nem csak József Attila emlékét, hanem arra is törekszünk, hogy a magyar irodalom fellegvára legyen ez a hely. A centenárium alkalmából a vasutaz velünk következő állomása a Maros-menti Konstantinápolyba, Makóra vezet. Egy különleges mozdonnyal és vagonokból álló vonat fog érkezni a makói állomásra szombaton várhatóan 13 órakor. A vendégsereg ezt követően a József Attila múzeumba látogat, illetve körbejárják a város nevezetességeit is.